1928 nyarán Fleming egy baktériumtörzs tenyésztésével foglalkozott az egyik londoni kórházban. 3 hetes szabadságáról visszatérve azt tapasztalta, hogy az asztalon felejtett csészék tartalma idegen gombaspórákkal fertőződött. A gombatelep környékén a gombákból származó anyag elpusztította a baktériumokat. Ez volt az első antibiotikum, egy penészgomba terméke, a penicillin. Megdöbbentő, hogy a tudomány egyik legfontosabb felfedezését, az életeket mentő penicillint a vak szerencsének köszönhetjük. A II. Világháborúban sok szövetséges katona köszönheti életét a Nobel-díjas skót orvos antibiotikumának. Az emberek a kórokozókkal, a fertőzést okozó baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal meglehetősen gyakran találkoznak. A nagyon súlyos háborús sérüléseket sikerült először a penicillinnel és annak származékaival kezelni, sikeresen gyógyítani Fleming felfedezése óta. Ennek köszönhetően most már nagyon széles fegyvertár áll a gyógyítóorvos rendelkezésére, ugyanakkor ez a fegyvertár azért nem végtelen korlátozott. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a gyógyszereket, amiket egyébként, ha baktérium ellen adjuk, akkor antibiotikumnak nevezzük, vagy antivirális szereknek, gombaellenes szereknek, ezeket nagyon megfontoltan alkalmazzuk. Az antibiotikumok a baktériumokat elpusztítják, vagy szaporodásukat gátolják. Ezért bakteriális fertőzések kezelésére, vagy megelőzésére alkalmazzák. A betegnek, ha valamilyen fertőzés tünete, láza, torokfájása jelentkezik, amivel leggyakrabban a házi orvosához fordul, akkor jó, ha tisztában van azzal, hogy ezeknek döntő többségét vírusok okozzák, amik ellen a baktériumokra ható antibiotikumok nem hatékonyak. Az orvos feladata a megfelelő antibiotikum kiválasztása, a dózis és a kezelés időtartamának meghatározása. A felírt gyógyszert naponta többször kell szedni, akkor sajnos ezt muszáj betartani, hiszen a gyógyszer akkor hatékony, hogyha felszívódva a gyulladás helyére megfelelő koncentrációban jut el. Ezt ilyen módon tudjuk megoldani, hogy az előírt adagban, előírt gyakorisággal szedi valaki. Az indokolatlanul vagy helytelenül beszedett antibiotikum ártalmas az emberi szervezetre. A szervezetnek vannak nagyon hasznos, saját, úgynevezett normál flórához tartozó baktérium tagjai, amik az ilyen módon adott gyógyszerek hatására elpusztulnak, mellékhatások jelentkeznek, hasmenés, hüvelygombásodás, egyebek. Az antibiotikumok helytelen alkalmazása súlyos népegészségügyi veszélyt jelent, mert felgyorsítja az antibiotikumokkal szembeni rezisztens baktériumok megjelenését és elterjedését. Sajnos valaki minél több gyógyszert, antibiotikumot szed, és minél hosszabb ideig, annál nagyobb a valószínűsége, hogy olyan baktériumok jelennek meg a szervezetében, amelyek ellenállóvá válnak bizonyos antibiotikumokkal szemben, és vannak most már a világszerte ismert olyan nagyon veszélyes kórokozók, amik már az alkalmazható antibiotikumoknak egy egész sorára, szinte a teljes palettára rezisztensé válnak. Az antibiotikumok helytelen használata miatt létrejövő rezisztens kórokozók ellen világszerte egyre nehezebb védekezni. A 90-es évek végétől érezhetően az antibiotikumok fogyasztásának emelkedésével együtt emelkedett az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia, aminek terápiás következményei vannak, tehát kezdik bizonyos antibiotikumok hatékonyságukat elveszíteni. Az Európai Tanács 2001-ben ajánlást adott ki, amelyben a tagállamokat az antibiotikumok körültekintő alkalmazására kérte. A rezisztensek csökkentésére több országban sikeres kampányt szerveztek. Ezek a sikeres kampányok voltak azok többek között, amelyek arra vezették az Európai Betegségmegelőzés Járványvédelmi Központot, hogy egy olyan felhívással éljen, illetve egy olyan kezdeményezéssel éljen az Európai Unióban, hogy nevezzenek ki egy napot, ami felhívja a figyelmet az antibiotikumok körültekintő alkalmazására. Tavaly óta november 18-án rendezik meg az Európai Antibiotikum Napot. Az idén
az ECDC, mint ennek a kezdeményezésnek a koordinátora és összefogója, azt a célt tűzte ki, hogy a járóbeteg ellátásban dolgozó szakembereknek a figyelmét próbáljuk fölhívni, illetve elsősorban rájuk központosítsunk, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a legnagyobb antibiotikum felhasználás az ő kezdeményezésükre történik, az alapellátás és járóbeteg orvosai ezért az első rendű célcsoport 2009-ben. Az Európai Antibiotikum Nap célja, hogy szakmai anyagokkal, képzésekkel felhívja a lakosság és az orvosok figyelmét az antibiotikumok tudatos és felelősségteljes használatára az Unió minden tagállamában.